Jó estét kívánok, a híradót látják! A NATO légiszállítást kezelő programiroda kezdeményezésére ültek asztalhoz a város nagygazdasági társaságainak vezetői nyáron a helyi gazdaságélénkítés lehetőségeinek megvitatására. Az akkor létrehozott fórum ma újabb találkozót tartott, a helyszín ezúttal a Pápai Hús 1913 Kft. Volt. A fórum résztvevőit dr. Áldozó Tamás polgármester köszöntötte, mint a házigazda cég tulajdonosának, az önkormányzatnak a vezetője. Beszédében erről a speciális helyzetről szólt, és az önkormányzat a város gazdasági életében betöltött szerepvállalásáról beszélt. Mi nem tulajdonosként akarunk a helyi gazdaság alakításában részt venni, hanem szervezőként, közreműködőként, szabályalkotóként, meg adószedőként, főleg az utolsót szeretném nyomatékosan hangsúlyozni, hiszen a helyi közösség attól gazdagodik, hogyha ezek az adók ugye a közfeladatok ellátását szolgálják. A rendezvényen Unger Tamás alpolgármester a város gazdaságfejlesztési stratégiáját ismertette. Miután ennek a fórumnak volt egy előző rendezvénye június végén, ahol a gazdaságfejlesztési stratégiának a helyzetelemzését ismertettük már, a mai napon a stratégia megvalósításának a lépéseit fogjuk ismertetni. Magyarul azokat a megoldási javaslatokat, amelyek a helyzetelemzésben felmerült problémákat próbálják kezelni. Az előadásban a munkaerőpiaci nehézségektől, a szakképzéssel kapcsolatos problémák megoldásán túl a gazdasági társaságoknak nyújtandó információszolgáltatásig több téma is szóba került. A tájékoztatót követően a házigazda Pápai Hús vezetői tartottak ismertetőt a nagymúltú húsipari vállalat jelenéről. Fölhívnánk a figyelmet arra, hogy a Pápai Hús 1913 Kft. Az utóbbi egy évben, illetve az elkövetkező időben milyen gazdasági stratégiát követve, milyen gazdasági céleket kitűzve oldja meg a előtte tornyosuló feladatokat. A tanácskozás után a házigazdák üzemlátogatásra invitálták a fórum résztvevőit. A Jobbik Magyarországért mozgalomban viselt minden vezető pozíciójáról lemondott november 10-ével Orbán Imre. Döntését azzal indokolta, hogy a Jobbik további erősödéséhez, a reális váltópárti esély gyakorlati megvalósításához elengedhetetlenül szükséges az arculatváltás. Orbán Imre 2009 óta vezette a pápai szervezetet, és volt megyei alelnök is. A ma délelőtti sajtótájékoztatón hozta nyilvánosságra Orbán Imre döntését, azt mondta, elhatározásáról még a pártszervezetben sem tudnak. Orbán Imre úgy fogalmazott, az elmúlt 5 év során számtalan konfliktust vállalt fel helyi és megyei szinten is, sokszor mások helyett, mert ahogy mondta, neki nem volt vesztenivalója. Utóbbi most sincs, ezért is lép egy sorral hátrébb. Sokszor képviseltem a faltólőkös szerepét, sokszor vállaltam magam a verőlegény szerepét, csak hogy másokat megkímélek a negatív kritikáktól. Sokszor a hátam közepére sem kívántam ezt a szerepet, de valakinek a piszkos munkát mindig el kell végezni. Az elmúlt évek során 7 választási kampányt vezényeltem le Pápán és a Válszakertben, az eredményeket tekintve nincs szégyenkezni valom. Az elmúlt 5 évben a pápai politikai pártok közül egyedül Jobbiknak nőtt a támogatottsága. Az elmúlt országgyűlési választás során ebben a Válszakertben sikerült megverni az MSZP-t, melyet az EU parlamenti választás idején megismételtünk. Ennek ellenére mégis úgy érzem, hogy azzal segítem a Jobbik további fejlődését, további beágyazódását, ha most hátralépek. Orbán Imre úgy fogalmazott, az önkormányzati választás és a vasárnapi Ózdi Jobbik győzelem megmutatta, hogy igény van a változásra, lehetőség mutatkozik a jelenlegi kormányzat mielőbbi leváltására. Orbán Imre azt mondta, a Jobbiknak most olyan helyi és megyei szintű vezetőkre van szüksége, akik kevésbé radikálisak. Olyan vezetőkre, akik nem megosztóak, hanem integrálóak. Olyan vezetőkre, akik nem csak a saját tábort tudják mozgósítani, hanem a Fideszben csalódottakat is meg tudják szólítani, és a mi oldalunkra tudják őket állítani. Kormányozni és várost vezetni csak középről lehet, hangsúlyozta Orbán Imre a sajtótájékoztatón. A Jobbiknak történelmi felelőssége, hogy a Fidesz kormány bukása után a reális váltópárti esély már ne csupán esély legyen. Orbán Imre azt mondta, továbbra is kíméletlen kritikusa lesz a kormánypártnak, de támogatni fog minden olyan kezdeményezést a Veszprém megyei közgyűlésben, ami pápa és a pápai térség épülését szolgálja. Minden településen szeretnének szervezetet létrehozni, és el akarják söpörni az Orbán rezsimet,
Többek között ezt mondta tegnap este Vadai Ágnes a DK regionális fórumát megelőző sajtótájékoztatón. A Demokratikus Koalíció jövő hétvégén tartja kongresszusát, ezért tartanak a tagsággal regionális konzultációkat az ország különböző településein. Az Észak-Dunántúli regionális konzultáció volt Pápán. A programot annak érdekében tartották, hogy a párt vezetése itt is megvitassa javaslatait, s hogy a döntések előkészítésébe bevonják tagjaikat és támogatóikat. Az elmúlt 3 évben, hiszen azért mi még egy nagyon fiatal, mondhatni azt, hogy gyerekpárt vagyunk, azon az úton, amin elindultunk, azon jól haladunk, jól folyik az építkezés, és nyilvánvalóan most, hogy nincsenek választások, két nagy dologgal is tudunk foglalkozni, hogy intenzívebben foglalkozni. Az egyik ez az értékelés, ami azt gondolom, hogy elengedhetetlen annak érdekében, hogy tovább tudjunk lépni, és megteremtsük azt a demokratikus alternatívát, amivel el fogjuk söpörni az Orbán rezsimet. A másik pedig nyilván az építkezés, nagyon erőteljes építkezés. A nemrégiben létrehozott új köztársaságért alapítványról Kolber István, a DK országos elnökségének tagja, az alapítvány elnöke beszélt a programon. Ez egy pártalapítvány, erre külön törvények vonatkoznak, pártok meghatározott támogatottság esetén hozhatnak létre ilyen alapítványt és kapnak állami támogatást. Ezek az alapítványok politikai elemzésekkel, kutatásokkal, képzésekkel, programalkotással, konferenciák szervezésével foglalkoznak. A konzultáción aktuál politikai kérdésekről is beszéltek. Szó esett az amerikai kitiltási ügyről, mely Vadai Ágnes szerint alapjaiban rengeti meg az adózási morált. Az alelnök többek között azt is hangsúlyozta, hogy sem az adótörvényeket, sem pedig a készülő költségvetést jelenlegi formájukban nem támogatják. Utóbbival kapcsolatban Vadai Ágnes úgy fogalmazott, nyomorba fogja taszítani az amúgy is szegény embereket. Ezek voltak mai híreink, jöjjön az időjárás jelentés. Az ország északkeleti negyedén akár hosszabb időszakokra is kisüthet a nap, másutt erősen felhős vagy borult időre van kilátás. A Dunántúlon néhol kell esőre, záporra számítani. A keleti, északkeleti szél többfelé megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 9 fok között alakul. Északkeleten 1-2 fokig is lehűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 16 fok között várható. Kedves nézőink, ez volt híradónk, nézzék majd holnap is műsorunkat, viszontlátásra!